A feladat, hogy az Easy Blogban hozzunk létre egy bloggert, és ezt adjuk hozzá egy menüponthoz, hogy maga a blogger a saját felhasználó nevével és jelszavával innentől kezdve létre tudjon hozni blog bejegyzéseket. Ezt a következő módon végezzük el. Létrehozunk egy kategóriát. Újra kattintunk, beírjuk a kategória nevét, mert legyen most Juca, és kiválasztjuk a szerzőt a regisztrált felhasználók közül. Szintén Jucára keresünk, egy ilyen felhasználónk van, rákattintunk. Ha van fotó róla, akkor azt ide feltölthetjük. Ezt elmentjük. Tehát van már egy Juca nevű blog kategóriánk. Most létre kell hozni egy olyan menüpontot, amely ehhez a kategóriához fog kapcsolódni. Kiválasztjuk a menüpont típusát. Az Easy Blogon belül magát a kategóriát. Kiválasztjuk a Juca nevű kategóriát, és a menüpont címe is Juca lesz. A szülő menüpont pedig, a mi esetünkben most éppen, a blog fő menüpont alatt szeretnénk, hogy megjelenjen Juca. Elmentjük, és ellenőrizzük a feladatot, frissítem az oldalt, blog, és itt van Juca, aki már, ha bejelentkezik a rendszerben, írhatja a cikkeket.